milyen élményekkel jöttél ki? A legnagyobb élményem az a kisboci születése volt. Ugyanakkor olyan dolgokat tapasztalhattam meg, amit szerintem soha nem is fogok, mert nem ilyen közegben élek. Te tényleg azt gondoltad, hogy megnyerheted ezt a játékot? Milyen kedvesen bízom benne. Igazából én ismételten elmondom, hogy nem a 20 millió miatt mentem be, és pont azért, mert szerencsére a családi körülményeim jók, a szüleim támogatnak. Mikor jelentkeztem a Falmra, akkor úgy voltam vele, hogy végre egy olyan műsor indul, amiben nem csak bent kell feküdni egy villába, és olyan dolgokról szól, hogy tényleg teljesíteni kell és dolgozni, és ezt egy értelmes új műsornak tartottam, ezért akartam kipróbálni magamban. Én igazából, amikor felhívtak, akkor félig illuminált állapotban, vagy esküvőn voltam este 10-kor, úgyhogy nagyon megörültem neki, de kicsit hirtelen jött nekem is. Kijöttél, mi volt az első, amit csináltál? Mi volt az első? Hajat mostam, és belefeküdtem egy forró kádvízbe, valamint megborotválkoztam, és hát leszörtelenítettem, igen. A második dolog az volt, amint hazaértem, megölelgettem a családomat, és éjszakával nyúló beszélgetést folytattunk, így kielemeztünk a benti dolgokat. Másnap a kutyámat vittem ki, elmentem, egy jót kajáltam, meg a barátommal töltöttem tegnapi napot. Ő azért örül, hogy visszakapott. Ő teljesen örül, hogy kiestem, ő szerintem azon drukkolt, még apa azon, hogy húzzam már el azt a, nem mondom ki milyen jelzővel illette a kedves Henit, addig a barátom azon szurkolt, hogy ne sikerüljön és végre kint legyek, mert neki egy kicsit sokkoló volt ez a 2,5 hét. Pszichóka nem tartott cikinek, hogy te, mint fitnessbeli királylány, a kövérebb, ahogy te fogalmaztál, Henny, le tudod győzni egy olyan párbajon, ahol még a kétség erő dominál. Én nem adtam fel, mindent megtettem, de a 30 vagy a 25 plusz kilóval nem nagyon volt esélyem. Ez így jó, nem? Hát a súlyát használt, aki nem húzott ő semmit. Ki az, akivel mondjuk, hogyha ki jössz, akkor lesz beszélni valód, akár pozitív, akár negatív. Ki az, akivel le fogsz ülni, ha nyitott rá a másik fél is beszélni? Igazából a kedves versenypartneremmel nem feltétlenül leülni fogok, de úgy gondolom, hogy egy pofon jár neki ezekért a sértő beszólásaiért. Én direkt nem alacsonyodtam le hozzá, és a műsorban nem szóltam be, viszont remélem minél hamarabb kiesik, és ezt le tudjuk rendezni. Azon kívül... Magányúra vállalott ezt! Igen, én nem akartam lealacsonyodni, gondoltam, majd kint ezt lejátsszuk.